Kedves testvérek, ezen a délutáni alkalmon egy olyan tárgykörről szeretnék szólni, amiről ritkán vagy majdnem sosem beszélünk, így összességében jól lehet minden alkalommal, minden ige gondolatban benne van ez, de egy néhány mondatban az intésről szóló bibliai tanításról szeretnék összefoglalni gondolatokat. Alapigeként talán két verset hadd idézzek, hogy intsétek egymást, amíg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalársága által. Zsidók 3.13. Aztán ott van egy másik ige a példabeszédekben, hogy aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyít hatatlanul. Miért is gondoltam ilyesmiről készülni? Azért, mert azt látjuk, hogy az Úr igéjében, meg a bizonyságtételekben is nagyon nagy hangsúly van az intésen. Az intésen. Mert inteni azt jelenti, hogy valakit védeni, óvni attól, hogy bajba ne jusson, rosszat ne kövessen el. Ezt jelenti az intés. Az intés nem azt jelenti, hogy jól oda mondok valakinek. Van, aki ezt mondja, hogy ami szívemen a számon, azt gondolja, hogy ez egy jó, pozitív jellemvonás, közben nem másról van szó, mint nyers. És kemény, és nem ilyennek kéne lenni. Az intés mindig azt jelenti, hogy óvunk valakit attól, hogy ne cselekedjen rosszat, ne jusson bajba. De azt is jelenti, hogy ha már belejutott a bajba, ha hibát követett el, ha vétkezett, tegyen meg mindent azért, hogy onnét kikerüljön. Ne maradjon abban benne, mert annak pályó következményei vannak. Az intés tartama, hangvétele, súlyossága függ az elkövetőtől is, és attól is, hogy hányszor kapott már intést az a nép, vagy az a személy. Az Úr, figyeljük meg, eleinte többnyire kérlel. Az intésében kérlelés van, de aztán mindig határozottabb és határozottabb. Annyira, és azért kell erre nagyon odafigyelni, mert ott van például Ezékiel könyve 14. fejezete. Amikor elhatározottá vált, hogy a több évtizedes prófétai intő szolgálatnak, amit Jeremiás és Ezékiel próféta gyakorol, de főleg Jeremiás, akkor már az Úr olyanokat mondott, hogy élek én, hogyha Noé, Jób és Dániel benne lenne, azok is csak magukat szabadíthatnák meg. Se fiat, se leányt meg nem szabadíthatnának. Ez nagyon-nagyon súlyosnak érezzük. Pár évvel ezelőtt Balaton Lellén volt egy országos lelkész értekezlet. És ugye a generál konferenciának nagyon komoly felhívásai voltak a világ adventistáihoz, hogy ébredés, megújulás, keressük az Urat. És amikor ezt fölvetette az unió elnöke, akkor egyik lelkész így szólt hozzá, hogy ugyan már minek ezzel foglalkozni. Hiszünk Jézus Krisztusból, hogy ő a menedékünk, és kész, ennyi. Vajon nincs szükségünk megújulásra, ébredésre, mély reformációra? Hát az Úr újra meg újra ezekről szól hozzánk az idők végén élő maradék népet illetően. Az intés tehát Isten erkölcsi rendjéhez tartozik, mert a teremtmények óvását jelenti a rossz elkövetésétől, hogy annak fájó következményeit ne kelljen elviselni. A Nevelés című könyvben azt mondja az Úr szolgája. Egy igazságot sem tanít világosabban a Szentírás, mint azt, hogy amik vagyunk, az a mi eljárásmódunk következménye. Rettenetes ez az igazság, és mélyen belénk kell vésődjön. Minden cselekedet visszahat a cselekvő szemére. Teljesen így van. Hogy amik vagyunk, eljárásmódunk következménye is, és minden cselekedet visszahat a cselekvő szemére. De a mindennapi élet egyszerű dolgaiban is. A szeretet szeretetet terem, a bizalom bizalmat terem. A nyerseség mit vált ki?
A tapintatlanság, és így tovább a durva megnyilatkozás, hát ezek okozati összefüggések. És a legkorábbi időktől kezdve tudunk az intésekről. És ki kapta a legelső intést? Lucifer kapta az első intést. A mennyben. Amikor azt mondja a Jelenések könyve 12. fejezet, lőn az égben viaskodás. Lőn az égben viaskodás. Mihály és az ő angyalai. Sárkány és az ő angyalai. Miféle viaskodás volt? Nem fizikai harc és viaskodás. Egy hatalmas, rettenetes eszmei küzdelem bontakozott ki. És arról olvashatunk, hogy mi is történt ott. Valaki, aki Isten után a legkitüntetőbb helyet foglalta el, azt mondja az Úr szolgája, Lucifer az angyal seregek szeretetétől és tiszteletétől övezve. Isten kegyében maradhatott volna. Fényes képességeit mások áldására, teremtője dicsőítésére használatta volna fel. Azonban, hogy a próféta mondja nékünk, szíved felfoglalkodott szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet fényességedben. Fokozatosan az önfelmagasztalás vágya ébredt és növekedett benne. Isten megintette őt. Megintette őt. Hogy mi minden tartalmazhatott ez, nem tudjuk. Aztán így folytatja. A mennyei seregek összegyűltek, hogy Lucifernek jó tanácsukkal segítségére legyenek. Isten fia elébe tárta a teremtő nagyságát, jóságát, igazságosságát, törvényének változhatatlanságát és szentségét. Isten vezette be a menny rendjét. Lucifer, ha eltérne tőle, teremtőjével szemben tiszteletlenül viselkedné, és magát romlásba döntené. Ez nem egy mondatban hangzott el. Meglátjuk. Azonban a végtelen szeretettel és irgalommal közölt figyelmeztetés csak ellenállást váltott ki. Lucifert Krisztussal szemben érzett féltékenysége vezette, és csak még határozottabbá vált. Azt írja továbbá. Isten nagy irgalmában hosszú ideig türelmesen hordozta őt. Sokáig megtűrte őt a mennybe. Többször is ismételten felajánlotta bocsánatát a töredelem és alárendeltség feltétele mellett, amit csak a végtelen szeretet és bölcsesség gondolhatott el és tehetett meg, mindaz megtörtént annak érdekében, hogy ő tévedéséről meggyőzze. Amit a végtelen bölcsesség és irgalmasság hosszú ideig eltűrte, és ott végezhette romboló munkáját. Újra meg újra felajánlotta bocsánatot. Ez volt a legelső intés, mert ott indult meg ebben a rendkívüli képességekkel, nagysággal, dicsőséggel, szépséggel megáldott lényben. Hát a fogalmazás tökélye az, amit a próféta mond, hogy te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Hát ennél kiválóbban nem lehet fogalmazni. Az arányosság pecsétgyűrűje, tökéletes bölcsességgel, szépséggel. A mennyei seregek boldogok voltak, ha Lucifer akaratát teljesíthették. És valamiképpen az atyán, a fiún keresztül rááradt az isteni bölcs végzés az univerzumot illetően, ő adta tovább az angyaloknak, az angyalok pedig a világ mindenségbe. És ebben a lényben fogant meg a felfúvalkodás, az önimádat. És nem szívlelte meg, nem fogadta meg az Isten intését, egyre konokabbá vált, és ebben megkeményedett. Nyilvánvaló, hogy utána a következő intés a mi vonatkozásunkban a földön hangzott el. Az Úr így szólt már az Édenben, Ádámnak és Évának, hogy de amely a kertnek közepette van, azon arról a fáról, arról ne egyél. Hogy ez csak egy mondatban hangzott el, nem tudjuk, de egész biztos,
hogy az angyolok, akik minden nap meglátogatták Ádámot és Évát, beszéltek ezekről. Pláne akkor, amikor kitört a mennyben mindez, világosan tudta Ádám és Éva, hogy mi történt. És még inkább óvták őket, védték, figyelmeztették, intették, hogy még egymástól se távolodjatok el. Vigyázzatok, meg se közelítsétek azt a fát. Nem azért, mert csúnya vagy nem lent volna kívánatos, hát az pont az ellenkezője volt. De nem túl messze volt az életfája. És oda bátran járulhattak. És az az életet szolgált. Isten azt mondta, hogy amely napon estek arról, bizony, meghaltok. Bekövetkezett. De nem erről akarok szólni, hanem az intésekről. Aztán az Úr az emberiség hajnalán, mikor még csecsemőkorát érte, már született két gyermek, és a kettő, mindkettő áldozatot mutatott be, és azért tehette ezt, mert apjuk, anyjuk megértette velük, egyik gyerek valamiképpen engedett a benne lévő lázadás hajlamának. Mert ez a hajlam minden megromlott emberi természetben mindnyájunkban benne van. Nem csak az önhítségre, önemelésre, a felfúvalkodásra való hajlam, Ellen White is ezt mondja, a lázadásra való hajlam minden emberben benne van. Még az ember Istenre is meg tud haragudni. Vannak példák. Sőt, ahogy láttuk reggel azt a missziós történetet, a kislány miről beszélt? Kire is megharagudott? Még az Úrra is megharagudott, mert nem úgy történtek a dolgok, ahogy ő gondolta volna, vagy ahogy kérte. Az emberben ez benne van. És az Úr megszólította ezt a fiút. Kainra és az ő ajándékára nem tekintett, amiért is Kain haragra gerjedt, és fejét lecsüggesztette. És mondta az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztetted le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Isten megszólította őt, hogy hogyan, miképpen, hogy csak a hangját hallotta, vagy ködbe burkolva, nem tudjuk, de megszólította őt. Miért csüggesztetted le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól, vigyázz, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Hogy ott leselkedik? Ott van benned, fölgerjedtél haragra, lecsüggesztetted fejed. Gyűlt benne, gyűlt, gyűl és öl. Ez egy összetett szó. Mint ennek az ellenkezője, szeretet, szeretet. A szeretet az etet, a gyűlölet az pedig öl. Ez rettenetes dolog. És megölt a saját testvér öcsét. Az Úr intése ellenére. Személyesen szólt hozzá, és mégis ezt tette. Mert az emberi természet ilyen lázadó. Sok-sok intés van a Bibliánkban. Ott van például Hágárnak a megintése. Emlékeztek rá? Amikor egy ballépés kapcsán, ugye Hágárt, Sára, az ő férje, ölébe tette, hogy így fogalmazzak. Hát, ha megépülök azáltal, volt egy ilyenfajta hiedelem, vagy egy gondolat. És bizony, fiatal lévén, teherbe esett gyermeket várt. Na, innentől fogva az idős Sárának nem volt előtte becsülete. És panaszkodott Sára férjének. Azt mondta, hát Hágára te szolgálod, tegyél vele, amit akarsz. Innentől fogva visszafordult a dolog, akkor nyomorgatni kezdte Hágárt, annyira, hogy elmenekült. És amikor elmenekült, bánattal leült egy forrás mellé, és akkor megjelenik az Úr angyala. Emlékeztek, mit szólt hozzá? Hágár, Szárai szolgálója, helyre tette, hogy hol a helye. Ez volt a státusza. Menj vissza, és alázd meg magadat. Fiút szülsz, és hatalmas áldást árasztok rá. Annyi lesz, hogy meg se számlálható. Királyok támadnak tőle. Hát, az izmaliták. Mind a mai napig. Tehát megintette. Nagyon-nagyon sokféle helyzetben ott találjuk az intést.
Az Úr kivezette az ő népét Egyiptomból. Mózes második könyve, a 19. fejezet. Ha figyelmesen hallgattok az én szómra, ti lesztek valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész föld. Lestek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ez volt az Úr szándéka velük? Hát ez volt, hogy olyan magas szintre emelkedjenek minden tekintetben, társadalmi berendezkedésben, kultúrájukban, gazdasági téren, a bölcsesség tekintetében, az egyik az Isten ismeretében, hogy az egész nép, világ népei oda járjanak tőlük tanulni. Ez volt az Úr szándéka. Lestek ti nekem papok birodalma. A papszája őrzi a tudományt, és ezt népek tanítást várnak, mivel a seregek urának követelő. Ez volt az Úr szándéka velük. De mi volt a feltétel, és mi volt az intés? Ha figyelmesen hallgattok az én szómra, ha engedelmeskedtek, ha hűek maradtok, mindez megvalósult volna. Nem valósult meg. Többségében nem. Csupán leginkább Dávid és még inkább Salamon uralkodásának első felében, amikor a föld királyai jöttek, hogy hallgassák Salamon bölcsességét, akinek a bölcsessége lényege az Isten ismeretével függött össze minden tekintetben. Aztán ott van az a nagyon szép ige, Jób könyve 33. fejezetében, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer, álom által is. Hányan mondták el már, hogy pedig kaptam én egy figyelmeztetést, és nem figyeltem rá. Hogy megpecsételi az ember lelkét és életét az ő figyelmeztetésével, mert mi a célja? Azt mondja, álomban, éjjeli látomásban, akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megintésükkel, hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől, hogy visszatartsa lelkét a romlástól. Hát ezért adja az intést az Úr. Csak nagyon gyakran nem figyelünk rá. Valamiképpen nem veszük komolyan. Sámson kapott intést. Amikor meglátta azt a nagyon szép filiszteus leányt, akkor hazament, és mit mondott apjának, anyjának? Ő kell nekem. Mit mondott az apja? Hát nincsen elég szép leány a te néped között, hogy pont te pogányok leányai közül akarsz magadnak feleséget? Mit válaszolt ez a fiú? Nem, nekem csak ő kell. Hiába volt az intés. És mivel fejeződött be Sámsonnak az élete? Rászakadt a templom, halállal. Nem az Úr akarta így. Egyáltalán nem az Úr akarta ezt. Ami intés egyik talán legszebbnek tekintem és szeretem, az a Dávidnak a megintése. Mégpedig egy asszony által. Sámuel első könyve 25. fejezetét, 23. verstől. Ugye arról van szó, hogy Dávidnak volt már egy nagy serege, elkeseredett emberek, és itt tovább már voltak, vagy 600-an, és még azon kívül mennyi asszony és gyerek. És nem bántották az ő népének, a birtokosainak a juhait, és így tovább. És egy alkalommal, amikor eljött a juhnyírás ideje, és az általában tavasszal van, akkor nagy lakomát szoktak csapni. Dávid elküldött 10 ifjút Nábálhoz, hogy adj azokból, amik a kezed ügyében vannak. Nábál durván elutasította, elzavarta őket, nyugodtan fogalmazhatunk így. És ezen Dávid felindult. Az igazság érzete megszólalt benne. Nem baj, ha megszólal az igazság érzetünk, csak vigyázzunk, hogy a szánkon mi jön ki. Hogy mi jön ki? Jézusnak ezerszer megszólalhatott az igazság érzete. És mondott egy visszavágó szót is. Egy türelmetlen megjegyzést. Kösse föl mindenki a kardját.
indulás. De egy fiatal ember gyorsan hazaszaladt, mert érezte, hogy itt baj lesz. Elmondta Abigailnek mindazt, hogy közel van a veszedelem, most tudjad, mit kell cselekedned. És ez az okos asszony tudta, mit kell cselekedni. Azt mondja, fölrakta a szamarakat, és mikor találkozott Abigail Dáviddal, sietve leszállt a szamáról, és arcra borult Dávid előtt, és meghajtotta magát a földig. És az ő lábaihoz borula, és mondta, ó, Uram, én magam vagyok a bűnös, mindazáltal hadd beszéljen a te szolgáló lányod te előtted, és hallgass meg a te szolgáló lányodnak szavait. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábállal ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve ön maga is, bolond az ő neve, és bolondság van benne. Én azonban a te szolgáló lányod nem láttam az én uramnak szolgáit, akiket elküldtél. Most pedig, ó Uram, él az Úr és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságba ne essél, és ne saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Most azért olyanok legyenek ellenségeid, mint Nábál, és valakik az én uramnak megrontására törekszenek. És most ezt az ajándékot, amelyet a te szolgálányod hozott az én uramnak, adják a vitézeknek, akik az én uram körül forgolódnak. Bocsásd meg azért a te szolgálányodnak vétkét, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az Úr, mert az Úrnak harcait harcolja az én uram, és gonoszság nem találtatik te benned a te életedben. És ha valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözzön, és életed ellen törjön, az én uramnak lelke az élőknek csomójában leent bekötve az Úrnál, a te Istenednél, ellenségeidnek lelkét pedig a parittyának öbléből fogja elhajítani. És mikor az Úr megadja a jót az én uramnak mind a szerint, amint megmondotta felőled, és téged fejedelmül rendel Izrael fölé, akkor ó Uram, nem lenne ez néked bántásodra és szívednek fájdalmára, hogy ok nélkül vért ontottál, és hogy az én uram saját maga szerzett magának elégtételt. Mikor azért jót tesz az Úr az én urammal, emlékezzél meg szolgáló lányodról. Micsoda beszéd, micsoda bölcsesség, de milyen ismeret is van benne. Abigail tudta azt, hogy Dávid föl van szentelve, és ő lesz a nép fejedelme. Tudta, itt mondja, hogy a te lelked az élők lelkének csomójába van kötve. Hát nem lenne ez bántásodra? Nem fájna majd, amikor megadja az Úr ezt a jót, hogy saját kezeddel, indulatodban szereztél magadnak elégtételt? Mit mondott Dávid? Folytatásban nem olvasom. Hát áldott legyen az Úr, aki előmbe küldött, és áldott légy te magad is, hogy megakadályoztál, hogy gyilkosságba ne essem. Tehát hálás volt ezért az intésért, de az intés is nagyon-nagyon bölcsességgel hangzott el, nem így van? Nem úgy, hogy na mit akarsz te, Dávid? Hát minek érzed magad? Vagy ehhez hasonló? Hát szóval nem ezt érte volna el. Az Úr is eleinte csak kérlel bennünket szépen, szeretettel, nem verdeselm a fejünkhöz. De az ő türelme nem olyan, nem annyi ideig tart, mint az emberé, de odnak is van határa. Betelhet a türelme. Tehát az intés mindig ezt a célt szolgálja. És ezért mondta el Dávid később a Zsoltárában is, hogyha igaz fed, engem jól van. Mintha fejemet kenné. Miért? Azért, mert tudom, hogy meglátott olyat, amit lehet, hogy én nem. És azért az Úrtól van ez, mert meg akar segíteni. A példabeszédek tele van intőbeszéddel. Egy Jeremiás, ott van Jeremiás könyve 26. fejezet. Végig nem olvasok semmit belőle, intés. Jeremiás könyve 13. fejezetében. Hogy könyörög a proféta? Hallgassatok rám, ne fuvalkodjatok fel, mert jót vártok, és rettenetes dolog jön rátok.
ha pedig nem hallgattok. Sírni fog az én lelkem a rejtek helyeken, a ti kevésségtek miatt, szemem pedig könnyeket hullat, mert az Úr népe fogságra megy. Épp tizedeken keresztül intette őket. Az utolsó pillanatig is. Mindent megtett értük. Nem döbbenetes, amikor már Jeruzsálemet kifosztották, a templomot lerombolták, egy üszkös város ott van. Utána a Nabukodonozor kijelölte Gedáliást helytartónak. Aztán eljöttek, megölték őt is. Jeremiást kérték, hogy mondd meg, hogy mit tegyünk. Megmondta nekik, de megmondta azt is, hogy nem hallgattok rám. Be voltak irányozva, hogy megyünk Egyiptomba, az biztonságot ad nekünk. Megmondta, hogy ne menjetek, mert az a föld kiokált benneteket. Rettenetes dolog jön. Igen, nem is sok idő múlva Nabukodonozor elfoglalta, és tönkreverte, és borzalmas dolog jött rájuk. Hányszor így áll hozzá az ember Isten intelmeihez? Hát az új szövetségben is van nagyon sok komoly intés. Jézus sokszor intette a saját népét, és bennünket. Néha még sírva is. Mert szerette őket, és szerette volna, ha elkerülik a besedelmet, és helyette áldásban részesülnek. Mivel, hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket, azt mondja az Úr igéje. Hát ugye délelőtti tanulmányunk az volt, hogy a dolgokat hogyan rendezzük egymás között. És egy lényeges elem volt a nagy lelkűség, a megbocsátás. Nem is idéstük azt az igét, hogy elhordozván és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, szeretetben, elszenvedve egymás szeretetben. Hát igen, néha, amikor betartanak, vagy megvádolnak, vagy terjesztenek rólunk ilyet, vagy ilyen, vagy olyan, nem is esik jól. De akkor is azt mondja, hogy elszenvedve egymás szeretetben. Nem a visszavágást lelkével, mert ha azt teszünk, vagy úgy gondolok, hogy na majd eljön az ideje, akkor már legyőzettem. Hasonlóra hasonlóval válaszoltam. És az Úr őrizzen meg. Hát legyen a mi életünk. Meg nem szűnő győzelmek sorozata. Nem azok a győzelmek, hogy hú, kiálltam a nagy nyilvánosság elé, mikor fenyegettek, az is győzelem lett. Lesz ezek után, ha az Úr megtisztel vele. De az, hogy csendben maradok, az engedelmes, szelíd felelet elfordítja harag felgeredését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Ha rám mondanak, és visszamondom, már is ott a baj. De ha csendben maradnak, sőt, az Urat hívom segítségül, akkor győztem. Vejtestvénynek van egy, szintén egy intése. Mihelyst lelkedben a legelső érintést érzed, valamilyen vonzalom, akár harag, akár kívánság irányában, a legelső érintést, azonnal küldj egy imádságot a mennybe, hogy Uram, adj erőt afelet győzni. Megfigyeltük már magunkat? Jönnek bennünk érintések. Egy kívánság, nézd már meg ezt, vagy beszédben, vagy egyéb. Némelyek úgy gondolkoznak, hogy nem az a bűn, amit mondtam, hanem, amint nem régen egyik szombatiskolai tanulmányunkban az idézett gyűjteményben volt, hogy némelyek sütkéreznek az el nem követett bűneik lelki fényében. Sütkéreznek. Én nem voltam ilyen, én nem tettem meg ezt, és itt tovább. És fogalmuk sincs, hogy milyen rossz helyzetben vannak. Nézzük csak meg az Úr igéjét. És közben másokat leszólnak. Mind az élet, mind a halál, minek a hatalmában van? Mit mond az ige? A nyelv hatalmában van. Nem abban, hogy elbuktál ebben, vagy nem buktál. És ki, amint szeret azzal élni, úgy veszi jutalmát. Nézzük meg a Jakab levelében. Minden állat megszelídíthető. De mit mond a nyelvről? Gonosz az.
a fölőről való bölcsesség, amelyik nem szólja meg az ő atya fiát. Ne szóljátok meg egymást, atyám fiai. A fölülről való bölcsesség először is tiszta, azután méltányos, békeszerető, jó gyümölcsökkel teljes. Ott van az Úr beszédeiben mindez. A nyelvünk, a beszédünk. Hogy mennyire tartozunk megbocsátani és elengedni. Hát az Úr elmondta Máté 18-ban az adósszolga példázatát. Megfizethetetlen összeggel tartozott? Azzal. Azt mondja, így cselekszik a ti mennyei atyátok is veletek, ha kiki szívből meg nem bocsátja az ő fele barátja vétkeit. Mert az, amit én vétkeztem Isten ellen, és amibe került neki az, hogy nekem megbocsáthasson, az megfizethetetlen. Amikor ott elhangzott egy házban, hogy mire való ez a tékozlás, Jézusra önteni ezt az olajat, Ellen White ezt átvitt értelemben mondja. Lehetne értelmezni, hogy micsoda tékozlás volt. Isten fia szenvedett az emberért. Végtelen árat adott. Tehát az a bűn, amit a másik velem szemben elkövet, olyan, mint a 100 dénár, egy heti bér talán, vagy nem, de egyáltalán nem nagy összeg. Mennyi intés? Júdás intése. Egy ember ráállt egy vonalra, és a legvilágosabb krisztusi intések sem tudták már kimozdítani. De volt olyan eset, hogy ott imbolygott a lelke. Emlékeztek, mikor volt ez? Mikor Jézus mosta a tanítványok lábait, és ő került a sorra. Ott imbolygott a lelke, hogy most megvallja, ha ott megvallotta volna, de szégyelte, hogy most megvallja, és kiderül, hogy mire készült. És abból nem tudott kimozdulni. Felakasztotta magát. Jézus azt mondta, jobb lett volna annak az embernek, ha nem születik meg. Pedig micsoda kiváltságban volt része. 3,5 évig együtt járt az Úrral. Ott volt mondjuk Péter intése. Péter nem elárulni akarta az urat. Éppen a héten néztem meg azt a nagyon szép kétrészes filmet, Názáreti Mária. Láttátok már? Senki? Micsoda szép feldolgozás. Názáreti Mária. Ajánlom, hogy nézzétek meg, hogy micsoda tiszta lelkiség árad belőle, abból a filmből. De van kontraszt is benne, mert Mária Magdalénát is bemutatja. Ugyanakkor a Krisztus megbocsátó, könyörülő szeretetét. Mária, illetve Magdalai Mária iránt, de legyen Mária Magdaléna. Tehát Pétert megintette. És hogy ez mit jelent pontosan, hogy a sátán kikért? Ki tudja azt megmagyarázni, megindokol? Mit jelent a kikéretés? Nem tudjuk. De hogy megrostál, mint a búzát. De én imádkoztam, érted? Uram, én kész vagyok veled tömlöcre, halálra menni. Mondom neked, Péter, mielőtt a kakas másod megszólalna, te háromszor megtagadsz engem ebbe a filmbe is. Esküdözéssel átkozódása. Hát döbbenet. Döbbenet, micsoda dolog az. Ő, aki ilyen kiválságban részesült. És az Úr hogy bocsátott meg neki? Összehívott bizottságot, és tárgyalták, hogy milyen erkölcsi súlya van ennek a bűnnek. Lehet-e ebből még valaki, vagy valami ebből az emberből? Hát ezt lemoshatatlan. Csak azt kérdezte meg tőle, hogy szeretsz-e engem? Szeretsz-e engem? Szeretsz-e engem? Megszomorodott a harmadik kérdése. Uram! Te mindent tudsz, te tudod. Az Úr megbocsátott neki, de ez a eltévedése soha nem múlt el a lelkéből. A megbocsátás nem teszi meg nem történté a dolgokat. Megbocsátunk. El kell törölni. De megmaradnak hegek.
megváltoznak emberi kapcsolatok is. Belülről. Törvényszerű módon. Már nem ugyanaz, mint volt azelőtt. Különösen, ha meglehetősen súlyos dolog történt. Valamiképpen a sebb helyek, amíg élünk, ott maradhatnak. Ezért nagyon vigyázunk, hogy, ahogy a mondás mondja, jobb a bántást elszenvedni, mint elkövetni. Ne sebezzünk szavainkkal, beszédünkkel, semmilyen módon. Mert létrejönnek ezek a dolgok. De akkor is legyünk megbocsátók, könyörülők, amikor majd teljesen újjá leszünk teremtve, és már ebből a régiből nem marad semmi, akkor észbe sem jutnak ezek a dolgok, és ingyen sem említetnek. Aztán a zsidóságot is hogy intette az Úr? Közeledett a városhoz, és sírt azon. Bár csak vaj, ha megismerted volna, mik a te békességedre valók. Bár csak, mert seregek vesznek körül, megszorítanak téged, földre tipornak, Lukás 19:41-től, és nem hagynak benned követkövön. Tanítványok azt hitték, hogy ha ez így lesz, akkor ez a világ vége. Beteljesedett? Beteljesedett. Az a néhány rakásnyi kő, ami ott van a sirató fala, ne gondoljátok, hogy az úgy maradt. Volt alkalmam ott lenni, és láttam a sok-sok kis bedugott papírkát, meg ottan hajlongani. Oda mentünk közel, lelkész testvérekkel, 92-ben, ami ilyen divíziós szintű, tan egy hetet Egyiptom, komoly tanulmányokkal töltöttünk el, de láthattam. És azt később a meglévő kövekből emelték föl. Nem maradt kőkövön. Annyira nem, hogy még a rómaiak föl is szántották. Besózták. Tilos volt zsidónak a lábát betenni Jeruzsálem területére. Többenet, hogy milyen pusztítás jött. Aztán vannak ilyen kedves intések. Pál az ő szeretett fiának, Timóteusnak. Milyen intést mond, hogy incs fegy dorgáj, teljes béketűréssel, senki téged meg ne vessen. De az Úr szolgájának nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenki ez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes, aki szelíden inti, fenyíti a tévelygőket, hogy adjon az Úr nekik felocsudást az ördög töréből. Az Úr szolgájának ilyennek kell lenni. Még egy intésről. Azt a Jelenések könyvében olvashatunk róla, amikor az Úr hatalmas angyala, valószínűleg Gábriel, volt az, aki vezette Jánost, és mutatta meg. Jelenések 19:10, és leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de mondta nékem, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok néked és a te atyád vének. Istent imád. És ugyanez megtörtént másodszor. Úgy tűnik, hogy a látottak lenyűgöző hatására, mintha kiment volna János elméjéből, a 22. rész, 8. vers. És én János vagyok, aki ezeket hallottam és láttam. És mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki nékem ezeket megmutatta. Azt pedig mondanékem, meglásd neted, szolgatársad vagyok néked. Istent imád. Milyen szépen. Vigyázz! Rögtön megállította Jánost. Ne tedd! Mert én szolgatársad vagyok. Egyedül kit illet az imádat és a mindenek feletti tisztelet, a mindenhatót. Végül, mivel közeledünk olyan idők felé, és erről már délelőtt nem volt időm, hogy szóljak, és nem is akarok tulajdonképpen, de azt látnunk kell, hogy olyan jelenségek mennek végbe a mi világunkba, amelyek önmagukban is rendkívüli intelmek. Rendkívüli intelmek. Szemünk láttára. Szemünk láttára. Hogy Dániel könyve 11. fejezetének a vége miképpen teljesül, ma még nem tudjuk, de a kontúrokat, a nagy vonalakat esetleg lehet már érzékelni. Hogy az a
az a kimondhatatlanul magas szintű, nem szuper, hanem hiper fegyverek, amiket kifejlesztettek Amerikába, Oroszországba, hogy azok hová fognak vezetni, ma fogalmunk sincs. A gazdasági, pénzügyi válság sem múlt el, bármikor inoghat, összedőlhet. Ha a dollár rendszer megbukik, beláthatatlan következményei lesznek. Hallottatok róla? Figyeltétek? Még a magyar költségvetés is különített el nem tudom milyen hatalmas összeget. Beláthatatlan dolgok, ha bekövetkeznek. Nem mondják ki, mert senkit nem akarnak ijeszteni, meg félemlíteni. De egyre másra jelennek meg, akár videók is, hogy emberek, a pénzeteket vegyétek ki, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Jön egy válsághelyzet, már stop, meg is van fogva. És sok-sok minden. De hát tüzek gyúlnak ki váratlanul, földrengések, árvizek. Ilyeneket olvashatunk, hogy tömeges kipusztulás látható az állatvilágban, az egész földön. Ilyen cikkek jelennek meg, hogy 10 év múlva megsülünk. Magyar újságokban is. Hogy mi lesz az, ami beteljesíti Lukács 21-et, amikor az emberek elhalnak a félelem miatt és adok várása miatt, mert az egek erőssége is megrendülnek. Azt mondja az Úr, megrázom még egyszer nem csak a földet, hanem az egeket is. Hát döbbenetes, hogy mifelé megyünk. Kezd kibontakozni Isten egész népe között is valamiféle szétválasztó, megrázó vihar. Olyan vihar jön, amiről ma még fogalmunk sincs. Hát ilyeneket olvashatunk a Tapasztalati és Látomások című könyvben, hogy mivel azt az igazságot, amitől a gyülekezet sorsa függ, félig sem szívlelték meg, sőt, majdnem teljesen elvetették. Isten őrizzen meg, hogy azok között legyünk. És azt mondta az angyal, nézd, figyelmem most azt a csapatot nézd, amit egy végtelen nagy megrázkódtatás ért az Úr népét. Végtelen nagy megrázkódtatás. Ezért hangzik hozzánk, és ezt olvasom befejezésként. Legyetek készen, ilyen alcím. Félelmetes ünnepélyességgel kiáltott rám kísérő angyalom. Legyetek készen, legyetek készen, legyetek készen, mert az Úr rettenetes haragja csak hamar eljön. Kegyelemmel nem elegyített haragja csak hamar kiöntetik a földre, és ti nem lesztek készen. Szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Meg akartok menekülni a 7 utolsó csapástól? Be akartok menni a dicsőségbe, és örökölni akarjátok-e azt, amit Isten azok számára készített el, akik őt szeretik? És akik készek érte szenvedni, ha azt akarjátok, akkor meg kell halnotok, hogy élhessetek. Legyetek készen, legyetek készen, legyetek készen. Legyetek jobban elkészülve, mint most vagytok. Mert az Úr napja közeleg, félelmetesen telve égő haraggal, hogy pusztává tegye a földet, és kiírtsa a bűnösöket. Áldozzatok fel mindent az Úrért. Tegyetek le mindent oltárára, magatokat, mindeneteket, vagyonotokat égő áldozatul. Ezt egy mennyei angyal mondott el így, idézőjelbe van téve. Ellen White így jegyezte le. Legyetek készen, legyetek készen, legyetek készen. Legyünk jobban felkészülve, mint most vagyunk. Mit jelent ez? Alázattal, töredelemmel keressük őt. Nem tudunk vezekelni, mert mit tudunk vezekelni? De szenteljük magunkat mindenestől az Úrnak. Ajánljuk fel, hogy Uram, én a tiad akarok lenni. Tisztíts meg, mosd meg engemet, és Krisztus igazságába öltöztess fel engemet. Az ő szent ruhájába öltöztess fel ragyogó, tiszta, fehér gyolcsba. Én a győzők között akarok lenni. Te hívtál el szeretettel. Te igazgasd az én életemet úgy, hogy végül is ne az elvesettek között legyek, hanem azok között, akik majd öröklik a földet. Testvérek, most van az az idő, amikről azt mondja a próféta, hogy sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket.
A tíz szűz is éjféli sötétségbe volt, és egyszer csak éjfélkor kiáltás lőn. Ím hol jövő legény? Kik kiáltottak? Nem azok, akik mélyen aludtak. Nem azok. De nem angyalok kiáltottak, hanem azok, akik intették a többieket, hogy ébresztő testvérek, keressük az Urat odaadó szívvel, alázatos, töredelmes lélekkel, mert közel az ő eljövetele. Legyen ő a minden számunkra, ami legszentebb kincsünk, már itt a földön, és akkor majd az lesz egy örökké valóságon át. Isten adja, hogy ez mindnyájunk esetében így legyen az Úr nagy kegyelméből. Amen.